Igen változatos állapotban vannak a búzaparcellák a zentai határban. A sár miatt kevesen merészkednek ki a földekre, aki mégis megteszi, vegyes jövőképpel tér haza. Az idébe elvetett buza, mondjuk, amit októberben elvetettem buzát, az elég tűrhető állapotban van, ellenben, amit répa után vetettem. Tudnélik, a répát nagyon későn szedtük fel, ez valamikor november eleje, inkább 10-e körül vetettem az utolja buzát. Hát az tűbe van, ott van, hogy kelni akar most, hogy milyen idő lesz. Ha jó idő lesz, majd talán hamarosan ki kell. Én egyelőre úgy nézem, hogy tehát különösebb olyan nem lesz, hogy ez majd hogy fog bebokrosodni, ez a jövő titka, ez nem tudom. A 2-3 leveles állapotban lévő növényeken még nem jelentkeztek a betegségek. Az ősszel az árpákon megindult a hálózatos levélfoltosság, de az árpáknál eléggé látszik a hidegnek a hatása. Levelek lefagytak, úgyhogy most betegségek ott sem jelentkeznek. Buzákon szintén nem találtunk betegségeket, itt a mi területünkön. A zentai határban hideg volt, hótakaró viszont nem. Ennek ellenére jó állapotban vannak a gabonafélék. Mivel a hideg folyamatos volt, így a növények nyugalmi állapotban voltak, és viszonylag jól átvészelték a hótakaró hiányát. Vannak 2-3 levelőek, a későbbi vetések, a korábbiak bokrosodás fázisban vannak, a hosszú csapadékmentes tél, itt főleg a hóra gondolok, hótakaró nélkül megviselte, és amit látunk a terepen, hogy ennek a hatása látható, viszont nagy károkat nem látunk. A szakemberek szerint jelenleg a legfontosabb, hogy mielőbb a földre jusson a nitrogén tartalmú műtrágya.